Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a francia uniós elnökség célját, azt mondanám, a határainkon belüli együttműködés felől egy erős, szuverén, a saját sorsát irányítani képes Európa felé kell haladni. Ezt Emmanuel Macron francia elnök mondta a január 1-én kezdődő soros uniós elnökség feladatainak összefoglalásakor. Szerinte a kontinens szuverenitását a Schengeni övezet reformjával lehet a leginkább garantálni. Az első megvalósítandó dolog a Schengeni övezet politikai kormányzása lesz. Szeretnénk létrehozni egy vészhelyzeti támogató mechanizmust a válságok esetére. A gazdasági válság kezelésében a francia elnökség kiemelten figyelne a szociális hatásokra, Macron az európai minimálbér irányába mozogna, de erősítené a kontinens iparának szerepét is. Szintén kiemelt ügy a klímavédelem. Itt elsősorban a karbonadóról lesznek tárgyalások. Elemzők szerint Emmanuel Macron számára kiváló lehetőség az elnökség a saját politikája bemutatására. Ez az elnökség jó alkalom arra Macronnak, hogy bemutassa az elképzeléseit a következő évekre, hogy elmondja, milyen Európát szeretné a járvány után, közösen a német kormánnyal, és milyen új irány kidolgozására készül, mondta egy elemző. A soros elnökség foglalkozik majd a jogállamiság és az értékek kérdésével is. Ezekről Macron azt mondta, nem alkudoznak róluk. Az elnökség egyébként egybeesik a francia elnökválasztási kampánnyal is.